Vér vagyok a vérből, egy vagyok az egyből. Vér vagyok a vérből, egy vagyok az egyből. Oltalmazó égtől, Krisztus... Egyre több ember jön rá, hogy ami most van, az rossz. Na most, ha rossz, akkor azon változtatni kell. Esti, ez is egyértelmű. A kérdés, hogy hogyan változzunk, mit kell változtatni, mit kell másképp csinálni, és mivel váltsuk le azt, amit jelenleg rossznak tartunk. Na most, én tudom a megoldást, amit már előbb említett az Éva. Van nekünk egy történelmet, amit 6059 évvel ezelőtt kezdtek írni. Abban az időben az uralkodó hit az emberiségnek a fejlődését szolgálta. Aztán elkövettek hibákat az elődeink, és egy másik hit került hatalomra, ami viszont zsákutca. Ami végső soron, ha nem tudunk rajta változtatni, az az emberiségnek a vesztét fogja okozni. És ti már ezt lássátok, meg tudjátok, meg sokan megoldásokat is tudnak rá. Én azért kedvelem ezt a tudatos társadalom nevű képződményt, mert egy jó út. Én tudom, hogy jó út. Meg én azt is tudom, hogy sok jó út van. Én tudom, hogy minden embernek saját útja van. Minden közösségnek saját útja van. De az nem jelenti azt, hogy nekünk nem kell egymást segíteni, támogatni, időnként bátorítani, vagy odaszólni, hogy ezt vagy azt nem látom helyesnek. Ugye az én személyes utam a példamutatás. Én nagyon furcsa helyzetben vagyok, mikor ilyen társaságban kerülök, mert én nekem nem kellett megváltozni, nekem nem jött semmiféle megvizsgálódás. Én 68 éve ilyen vagyok. Így születtem. Mondjuk, ha tudja valaki, hogy én a 11. századig ismerem a felmenőimet, szépen egy kutyabőrön fel vannak írva százszámra, hogy mikor ki volt a családfő, akkor ugye érthető, hogy én úgy tudok élni, vagy úgy akarok élni, ahogy ezen éven keresztül a családom élt, meg szolgálta a magyar fejedelemséget, meg a magyar királyságot, meg stb. Az én vállalásom pedig az, hogy a Pál Zoltánnak a haladékát gondozzuk, és ugye azt a mondatát, hogy terjessze az emberek között, mert joga van az emberiségnek megtudni, hogy kik voltak azok, akinek a jelenlegi kultúráját köszöngeti az emberiség. Egyelőre ennyit, aztán majd lesz előadás.